Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás október 22-éig. Itt látható a képen, hogy voltak viták, veszekedések, nézeteltérések, ami betegített téged, vagy betegítette őt. Itt ez a betegség jelentheti azt is, hogy nem érzed jól magad, vagy valaki beteg a környezetedben, de ez lezárul, mert a halál lezárja ezeket az eseményeket, és utána megjelenik itt Fortuna, Istennő, ami szerencsét hoz számodra. Mivel itt voltak a múltban kihívások, ez erőbe került, és erőtlennek, fáradtnak, betegesnek érezted magadat, és itt látható, hogy volt a múltban ellenség, aki itt figyelt téged, ez a kártya is a kihívásokra, a vitákra utal. Sőt, itt is látható, hogy valaki figyeli az eseményeket, hiszen a kettes szám azt jelentené, hogy itt van két személy, mint például te és ő, viszont a harmadik képen megjelenik egy harmadik személy. Ez lehet egy férfi, lehet egy nő is, hiszen a kártyáknak szimbolikus jelentése van. Tény az, hogy valaki figyelget a háttérből benneteket. Tehát itt van még ellenség, egy rossz indulatú személy a háttérben, de ez hamarosan lezárul, hiszen, mint mondtam, a halál lezárja ezeket az eseményeket vagy kapcsolatokat. Vedd kezedbe ezt az arany érmét, ügyelj az anyagiakra, de ez az arany érem jelenti a te tudásodat, a tehetségedet, az értékeidet is, és itt a varázsló segít neked abban, hogy minden jóra forduljon. Itt a varázsló és ez a fő papnő jelenthet spirituális dolgokat is. Valószínű, hogy ez érdekel téged, vagy ez a hivatásod. A kutya jelenti azt, hogy ez hűségesen megmarad nálad ez az életterület, vagy lesznek itt baráti kapcsolatok, ami szerencsét hoz, amiben vagy akikben majd megbízhatsz. Itt ez a királynő jelenti a döntéseket, fontos döntéseket fogsz hozni, különösen ami az anyagiakat, a munkát, a hivatásodat illeti. Itt látható a szerencse, a könnyűség, a beszélgetések, és megjelensz itt a képen, mint egy uralkodó nő, uralkodsz a helyzeten. Uralkodsz a gondolataid felett, uralkodsz az érzelmeid felett is. Nem csak az anyagiakat illetően, vagy a munkahelyen lesz javulás, változás, hanem a szerelmi élet területén is, hiszen ez a fiatal férfi mozgásba indul, közeledik hozzád, átnyújtja számodra ezt az arany kelyhet, ami jelenti az érzelmeket. Úgy tekint rád, mint egy uralkodó nőre, tehát meg lesz az elismerés, és itt egy vonalban megjelenik a hajó, ami jelenti a reményeket, vagy külföldi kapcsolatokat, utazásokat, ez lehet egy belső út is, egy lelki kapcsolat kettőtök között. És itt is látható a hír, a papagáj jelenti a beszélgetéseket, és itt a könyv a kezedben természetesen a tudást, de valamit, ami írásban fog jönni. És itt látható újra a remény, és ez a horgony a biztonság érzetére utal. Oda érkeztek, amit terveztek, ahol le tudtok horgonyozni. És itt a 10-es szám jelent egy új kezdetet.
Ha te vagy itt az uralkodó nő, akkor itt mögötted megjelenik a kulcs, és az azt jelenti, légy magabiztos. Bizonyos ajtókat vagy kapcsolatokat le tudsz zárni ezzel a kulccsal, vagy ezzel a kulccsal kinyithatsz valamit. Ezek a lehetőségek. És itt lesz mozgás. Ami nekem nem tetszik ezen a képen, itt ez az utolsó kártya, hiszen úgy tűnik, mintha itt lenne egy ünnepség, családi kapcsolatok, barátok, ismerősök, mindenki olyan vidámnak tűnik, de itt látható a 9-es szám, ami utal szorongásokra, korlátozásokra, ez olyan, mint egy kerítés, amikor nem megy tovább, egy ilyen szűkös helyzet, de akkor miért mutatja azt kifele, mintha minden olyan rendben történne körülötte, holott nem így van. És itt zárd le ezeket a kapcsolatokat, vagy nyisd ki ezt az ajtót, és figyelj oda ezekre az eseményekre, mi van zárt ajtók mögött, mi az, amiről ő nem beszél, amit eltitkol előled. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!